Október 2-án 11 órakor Csopakról indult el az extrém sportoló, hogy teljesítse a maga nemében egyedülálló próbát. 190 kilométert fog levezni a Balatonon Kovács László egy szárdeszkán. Az első nap körülbelül 50 kilométert tudott teljesíteni, a Pálkövi strandig jutott el. Vasárnap Vonyarcvashegyen zárta a napot, hétfő reggel 8:30 környékén érkezett meg Keszthelyre. László elmondta, a második napja majdnem kudarcba fulladt. Nagyon megerősödött a szél, két napja jobb oldalamon tudok csak evezni, mert déli szelünk van. És hát annyira megerősödött, hogy befújt a nádasba egyszerűen. Ugye ez a szap azért egy elég ügyetlen szerkezet ilyen szempontból, egy kajak, egy kenu gyorsabb, jobban irányítható, rossz az iránytartása. Ettől is volt érdekes egyébként számomra, hogy ez így egy extrémebb kihívás lesz, mert tehát, ugye extrém dolgokkal is szórakoztatom magam az utóbbi 3 évtizedben. Támogató csapata segíti útja során a sportolót. Kevés felszerelést visz magával a vízre, tornazsákjában csak a napi ennivaló és víz van. Emellett egy másik evező is van nála, ezeket tudja cserélgetni szélben és szélcsendben. Célja nem kizárólag önérdekű, jótékonysági is. Van egy csodacsoport nevű alapítvány, akik beteg gyerekeknek rendeznek éveken át gyűjtéseket. Tulajdonképpen egy licit oldal, mi is ajánlunk föl több tárgyat licitre, hírességeink is, meg gyakorlatilag bárki megteheti, és a vásárlásával, a befolyt összegével segíti a csoportot. Pár perces pihenés után folytatta is útját a sportoló. Kovács László eredetileg a Duna-Magyarországi szakaszát szerette volna száppal levezni. Ennek azonban több akadálya is volt. Teljesítményben azonban a Balaton körbeevezése hasonló mértékű. Útját az időjárás is nehezíti, ezért napra pontosan nem tudja még, hogy mikor érkezik vissza Csopakra. A próbáról közösségi oldalán folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket.